Vannak kedvező fordulatok is a keret kialakítás kapcsán, nagyon jó formában érkezett jó néhány játékos, akiket személyesen is meg tudtunk nézni, nem csak időnként a televízión vagy a szoftverprogramunk segítségével, meg hát vannak sajnálatos távolmaradók is, nyilván a Gera Zolintól, a Juhász Roland hétvégi sérülése is nagyon komolynak tűnik, tehát hetekre kieshet a játékból, és nem számíthatunk a két szeptemberi mérkőzésen a játékára. És hát szomorú a történet, de a Pintér Ádámnak továbbra sincs csapata, és ennek kapcsán mérkőzés nélkül nem vállalhatjuk azt a felelősséget, hogy bármennyire is alapember és nagyon fontos lánceme a mai magyar válogatottnak, de hát lemondtunk a meghívásáról. A jó híreket hallottam róla a külföldi megfigyelőink kapcsán. Én személyesen is kiutaztam, valóban kiváló teljesítmény nyújt, jó állapotban van, úgyhogy visszakerül a keretbe. De nem csak a külföldön szereplő játékosok, akár Szalai vagy Zsuzsák góljai, vagy a Hajnal Tamás jó játéka, hanem a Magyarországon játszó játékosaink is most már jó néhány fordulón keresztül bizonyították, hogy ismét válogatott formába kerültek, ilyen többek közt a Szakály Peti, aki megint a mezőny egyik legjobbja volt a rangadon. Úgyhogy vannak játékosok, akik ennél kapcsán kerültek vissza és segítik a munkánkat. Igen, biztonsági tartalékként a Nikolicsot jelöltük meg. Ez is elképzelhető, hogy játékára sor kerülhet, annál is inkább, mert 10 játékosunk van, aki sárgalappal bír, és egy ilyen bukaresti mérkőzésen akár több sárgalapot begyűjthetünk, remélhetőleg nem így történik. Előfordulhat az is, hogy 3-4 játékosra nem számíthatunk sárgalap miatt a 4 nappal később sorra kerülő észmérkőzésre, úgyhogy a szokottnál több játékos jelöltünk meg, hogy bármikor akár a bukaresti mérkőzés után pótlólag be tudjuk hívni ezeket a játékosokat. Kovács Pista tagja a nagyválogatottnak. Kezdőként nem számítanék azért a Csehország elleni mérkőzés kapcsán. Azért az látszott, hogy egy ilyen nagyon erős, komoly tétmérkőzésen, különösképpen Bukarestben nem biztos, hogy vele kezdtünk volna. Viszont az U21-es válogatottnak van egy nagyon komoly mérkőzése csütörtökön, úgyhogy az U21-ben játszik csütörtökön, és utána csatlakozik hozzánk az észtek elleni felkészülésre, már pihentebben, hiszen egy nappal korábban játszik az U21-es csapat, érkezhet meg hozzánk.